Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Metszet. Az elkövetkező években is meghatározóan fontos lesz az erdélyi magyar politikai jelenléte az Európai Unióban. A magyar közösség vezető szerepet vállalt az európai őshonos nemzeti kisebbségek jogait szavatoló európai keretszabályozás kidolgozásában, ennek sorsa pedig a következő európai parlamenti ciklusban dől el. Ebben teljes egyetértés van az RNDS európai parlamenti képviselői tisztségeire pályázó régi és új jelöltek között. Az elmúlt napokban már négy erdélyi magyar politikus is jelezte, hogy indulni kíván a szövetség színeiben a jövő év májusában esedékes európai parlamenti választásokon, ám mindenki tisztában van azzal, hogy két jelöltnek van esélye bejutni az európai parlamentbe. Kik lehetnek az RMDS csúcsjelöltjei, milyen tervekkel, elképzelésekkel indulnak a jelöltek a megmérettetésre? Erről lesz szó a mai Metszetben. Adásunk pillanatáig négyen ABC sorrendben Hegedűs Csilla, az RMDS ügyvezető alelnöke, a szövetség keretében működő nőszervezet ügyvezető elnöke, Sógor Csaba jelenlegi európai parlamenti képviselő, Vince Lóránt a FUEN elnöke és Winkler Gyula EP képviselő jelentette be, hogy vállalkozna egy 5 éves európai parlamenti mandátumra. A lista még nyitott, a jelölteknek február 1-jéig áll módjukban leadni a pályázati dokumentumokat. A szövetségi képviselők tanácsának határozata szerint azoknak, akik indulni szeretnének az EP választásokon, meg kell szerezniük legalább egy területi szervezet, platform, társult szervezet, az RMDS nőszervezete, vagy a miért támogatását, majd be kell nyújtaniuk a jelentkezésüket a szövetségi választási bizottsághoz, amely ellenőrzi a pályázatok szabályosságát. A jelölteket a szövetségi állandó tanács, amely a szövetségi képviselők tanácsának ülései között az RMDS döntéshozó testülete meghallgatja, ezt követően pedig rangsorolja és az SKT elé terjeszti, amely végső soron megerősíti a döntést. Ki milyen tervekkel indul, erről faggattuk a jelölteket, akiket szintén ABC sorrendben szólaltatunk meg. Azelőtt azonban lássuk, milyen feltételeknek kell eleget tenniük a jelölteknek. Erről Kelemen Hunor, az RMDS elnöke beszélt. Szakmai tudás természetesen, elkötelezettség a magyar ügy iránt, ismerete az Európai Uniónak és az Európai Uniós folyamatoknak, intézményeknek, rendszereknek, nyelvtudás, ezek mind-mind fontos kritériumok, és ezek alapján fog dönteni a szövetségi állandó tanács, amit majd az SKT megerősít vagy nem. Valamikor a jövő évben, március 1-e körül, ennél többet ebben a pillanatban nem tudok mondani, mert a jelentkezés még nem zárult le, és amíg a jelentkezés nem zárul le, nem tudjuk, hogy hányan pályázzák meg ezt a kvázi két befutó helyet. Egyrészt, másrészt pedig az RMDS is még a döntés előtt kongresszus tart, és a kongresszus is sok mindenben hozhat újat. A következő vezetésnek, a következő a kongresszus által megerősített, megválasztott elnöknek és annak a csapatnak, aki vezetni fogja az RMDS február után, kell ezt a döntést meghoznia. Ezért nem lenne korrekt, hogyha én előre szaladnék és elmondanám, hogy ki, hogy és mint, mert egyrészt még a kongresszus is odébb van, és a jelöltállítás határideje is odébb van. A jó az, hogy akik jelentkeztek, azok közül azt gondolom, hogy bárki el tudná látni, az eddigi jelentkezők közül bárki el tudná látni megfelelően ezt a munkát. Hegedűs Csilla, az RMDS ügyvezető alelnöke, korábbi kulturális miniszter a múlt héten jelentette be Kolozsváron, hogy versenybe száll az európai parlamenti jelöltségért. Szavai szerint a korábbinál céltudatosabb, az erdélyi magyarság érdekeire fókuszáló európai parlamenti képviselet megvalósulásáért lép versenybe. Emlékeztetett az RMDS 3 évvel ezelőtti kolozsvári kongresszusán arról foglalt állást, hogy változnia kell a politizálás módjának. Eljött az ideje annak, hogy az európai parlamenti képviseletünket is megújítsuk, a munkánkat új alapokra helyezzük, mondta Hegedűs Csilla. Elég régóta dolgozok már az RMDS-ben ahhoz, hogy lássam, hogy hogyan kell végezni a kisebbségért, az erdélyi magyar közösség jogaiért folytatott harcot. És úgy gondolom, hogy Európa elég rossz irányba halad. Úgy gondolom, hogy Európának változnia kell. Azt látom, hogy kettős mércével mér, azt látom, hogy a kelet-európai országokat tulajdonképpen minden rossz gyereket időnként fel akarja taslizni. Tehát Európának változnia kell, változnia fog most a választások során, és én ennek a változásnak szeretnék a része lenni, ebben szeretnék dolgozni. Azt szeretném, hogy Európa tudja azt meg, hogy
Mi az igazság itt Romániában? Hogy élnek itt az erdély magyarok? Melyek azok a jogfosztások, aminek nap mint nap ki vagyunk téve? De amellett azt is szeretném, ha Európa tisztában lenne azzal, hogy az erdély magyarság, úgy, ahogy az elmúlt ezer esztendőben, egy nagyon komoly értékalkotó közössége Európának. Tehát a jó oldalunkat is megmutatni, megmutatni azt is, hogy mi a baj, és mindezt azért, hogy az erdély magyar közösség úgy érezze, hogy a jövője itt van, Erdélyben van, erős, fejlődő közösségként. És nyilván a másik része, engedd meg, hogy idézem Margaret Thatchert, aki azt mondta, hogy ő minimum annyi pénzt akar visszakapni az EU-ból, mint amennyit Anglia, akkor Nagy-Britannia befizet. Én úgy gondolom, hogy az erdély magyarságnak, az erdély közösségnek joga van arra, hogy fejlődni tudjon, és ehhez joga van ahhoz az EU-s hozzáférni az EU-s forrásokhoz. És az a nagyon fontos, hogy ezek az EU-s források ne csökkenjenek, hanem nőjenek, hiszen azt látjuk, hogy a mezőgazdaságban, az infrastruktúrában, de az örökségvédelemben is hihetetlen mennyiségű befektetés történt, jobban élünk, jobb életkörülmények között. És én azt szeretném, hogy ez fejlődjön, növekedjen, hogy tényleg olyan jövőt tudjunk biztosítani a gyerekeinknek, hogy ők ne akarjanak elmenni, hanem itthon akarjanak maradni. Hegedűs Csilla szerint a következő években az erdélyi magyaroknak határozottabb véleményük, több beleszólásuk kell legyen abba, hogy milyen irányba halad majd az Európai Unió, amely ma számos kihívásra képtelen megfelelő válaszokat adni. Én úgy látom, hogy a magyar delegációnak, amiben benne van természetesen a Fidesz, az MKP és az RMDSZ, tehát a Kárpát-medencei magyar delegációnak, komoly szava lesz a következő Európai Parlamentben. Azért, mert nagyon meg fog változni az Európai Parlament összetétele, látjuk azokat a folyamatokat, amelyek Európában zajlanak, sokkal szétoszlottabb lesz. És akkor egy ilyen erős, egységes képviselet tulajdonképpen sokkal jobban tud lobbizni, sokkal jobban tud kiállni a jogainkért, mint mostanáig. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy mi lesz a fő téma? Hát én szerintem a fő téma az kell legyen, hogy hova halad Európa. És hogy hova halad Európa, abban az egyes számú kérdése minden erdély magyar nőnek és édesanyának és minden európai állampolgárnak, ahogy tetszik, vagy európai polgárnak, az, hogy mitől lesz nekünk jövünk Európában, és mitől lesz biztonságos Európa. Hiszen 3 nappal ezelőtt történt az a tragédia Strasbourgban, egyfolytában ismétlődnek ezek a terrortámadások, és mi egyszerűen felkészületlenek vagyunk. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy Európát biztonságossá tenni Európa polgárai számára. Ebbe az is beletartozik, érdekes módon vagy sem, hogy kötelességünk kiharcolni egy megfelelő európai törvényt a kisebbségek védelmére, az őshonos nemzeti kisebbségek védelmére. Hiszen ez innen tovább már nem csak a mi erdélyi magyar jogunk, hanem joga annak az 50 millió embernek, aki nemzeti kisebbségben vagy nyelvi kisebbségben él. Hiszen ezek az emberek adhatják meg Európának a stabilitást, Európának a biztonságot. Tehát ha úgy tetszik, ez már nem csak úri faxni, hogy mi jobban akarunk élni, hanem egy nagyon komoly biztonság. Politikai kérdés is. Sógor Csaba több mint egy évtizede képviseli az erdélyi magyarságot az Európai Parlamentben. Képviselői munkája egyik legfontosabb részének tartja a romániai magyar közösség jogsérelmeinek és törekvéseinek ismertetését a parlamenti munka során. Nagy eredménynek nevezte, hogy ma már nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai Bizottság döntéshozói is tudatában vannak annak, hogy Romániában nincs rendezve a kisebbségek helyzete, hogy az ország nem tartotta be az uniós csatlakozás előtti vállalásait. Szerinte a kisebbségi kérdés európai napirenden tartása lesz az RNDS prioritása a következő években is. Nyilvánvaló, hogy számunkra a legfontosabb prioritás az lesz, hogy az elmúlt 10-15 év, ugye, amióta Európa keleti fele ott van, hát célkitűzései közül a kisebbségek jogainak a tiszteletben tartása az napirenden legyen, ehhez minden eszközt megtaláljuk, megvan az 1,1 millió uniós polgár támogatása és biztatása, ami nagyon nagy felelősség számunkra, és ennek kell tudni érvényt szerezni, hogy valóban az unió minden polgára egyforma jogokat élvezzen. Az unió nem 28 vagy 27 ország, vagy azok kormányai, hanem 500 millió állampolgár, 500 millió uniós polgár, és az ő érdekeit kell tudni persze úgy képviselni
és szem előtt tartani, hogy azért elsősorban mi az erdélyi magyarság, illetve az 50 millió, tehát közel 10%-nyi uniós kisebbség, és ezen belül az erdélyi magyarság érdekeit tartsuk szem előtt. Sógor Csaba úgy véli, újraválasztása mellett az is szól, hogy 11 évig az Európai Parlamentben, 7 évig pedig a román szenátusban képviselte a közösséget, és ez idő alatt rengeteg olyan tapasztalatot szerzett, amely szükséges a hatékony európai képviselethez. Az első és a legfontosabb természetesen az, hogy legyen egy egységes uniós irányelv, ami szavatolja a kisebbségek jogainak a betartását, nyomon követését, hiszen a legtöbbször az a gond, hogy ha van is egy törvény, annak a betartásával van egy irányelv, annak a betartásával vannak gondok, és ilyen szempontból ugye nagy segítség volt számunkra az elmúlt időszak polgári kezdeményezése, amit csak így idegen nyelven Minority Safe Pack-nek, kisebbségeket védő csomagnak nevezhetnénk szó szerinti fordításban, és ezúttal is szeretném megköszönni a választópolgároknak, a civil társadalomnak, hiszen a politikában nekünk, politikusoknak csak annyi erőnk van, amennyi ember áll mellettünk, nem mögöttünk vagy előttünk, mellettünk, a civil társadalom, és nem csak 4 vagy 5 évente, ugye a nemzeti, az országos szinten 4, az európai szinten 5 évente választásokon kell elmenni és választani vagy szavazni, hanem folyamatosan nyomon kell követni a munkánkat, mi örülünk, ha tükröt tartanak nekünk, és ezen kívül természetesen a tüntetések és az aláírásgyűjtések azok az eszközök, amivel a civil társadalom élhet és éljen is. És hát ez a polgári kezdeményezés nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a politika, az Európai Bizottság végre komolyan vegye azt, amit az elmúlt 15 évben, amióta Magyarország is csatlakozott, de az elmúlt 11 évben, amióta Románia is csatlakozott az Unióhoz, még hangsúlyosabbá vált, hogy igenis szavatolni kell minden uniós polgárnak a jogait, a kisebbségeknek is, és ilyen szempontból nagy-nagy feladat áll előttünk, hogy a bizottság, hogyha végre rászánja magát, reméljük a következő, és előjön egy ilyen javaslattal, akkor ezt a javaslatot irányelvként törvényerőre úgy lehet emelni, hogyha a parlament kidolgozza megfelelő szakbizottságban, szerényen az enyémben is, az Állampolgári Jogok, Igazság és Belügyi Szakbizottság, amelyben vagyok, ez foglalkozik az unión belüli emberjogi kérdésekkel is, és a tanáccsal közösen ugye törvényerőre emelni egy ilyen uniós irányelvet. Ebben nagy szükség lesz szerény személyemre is, a tapasztalatomra az elmúlt 11 évre, és természetesen mindazokra a munkatársakra, vagy mindarra a tudásra, amit itt felhalmoztunk. Van, aki azt mondja, hogy többet kellett volna, én azt mondom, hogy Európában, főleg ebben a forrongó, háborgó és néha furán mozduló, változó világban nem hőbörgésre és ordítozásra van szükség. Szélső bal és a szélső jobb oldal megmutatta, hogy mit ér el vele a parlamentben, és állandóan kiabál. Nem ordítani kell, hanem pontos szakmai munkával kivívni mások becsületét, tiszteletét, és elmondani a jót is, és a rosszat is, hogy minket ne úgy akarjanak segíteni, mint valami bajba jutott afrikai országot, hogy na, akkor adjatok már valamit nekik, hogy hallgassanak, hanem azért segítsenek, mert saját magukon is segítenek, hiszen hogyha Románia rendben van, akkor az Unió is rendben van. Hegedűs Csillához hasonlóan Vince Lóránt is indult már európai parlamenti tisztségért, 2014-ben azonban a lista 3. helyére rangsorolták, ezért nem jutott be a parlamentbe. Ennek dacára kevés olyan erdélyi magyar politikus van, aki jobban értené az Európai Unió intézményeinek a működését, a kisebbségi jogérvényesítés európai lehetőségeit. Marosvásárhelyiként szülővárosában jelentette be indulási szándékát. A szövetségi elnök gondolataihoz kapcsolódva valóban Európa változik. Ezért az Európai Uniónak magának is változnia kell, bármennyire nem hajlandók ezzel sokan szembenézni. Ma minden a migrációról, meg a Brexitről szól, korábban a görög válságról, miközben a brüsszeli elit számunkra legfontosabb ügyben, az őshonos kisebbségek és az európai identitás védelmében nem nyújt valós megoldást.
próbálja ezeket a problémákat folyamatosan a szőnyeg alá söpörni, holott mi itt születünk Európában. Európai polgárok vagyunk, értékteremtő közösségek ezen a kontinensen. Az unió intézményrendszere és prioritásai jövő május után változni fognak. Így a mi feladatunk is változik, bővül azt mondanám. Európában ma már nem elég a helytállás azokban az intézményekben, amelyekben képviseletünk van. Nem elég, hogy próbálkozunk, hogy elmondjuk a dolgainkat, és az sem elég, hogy egy-két szűk területen szerteszünk jártasságra, befolyásra, hiszen azok nagyon kismértékben befolyásolják az erdélyi magyar közösség életét. Márpedig nekünk az első számú feladatunk, hogy az erdélyi magyar közösséget szolgáljuk, az önkormányzatokban, Bukarestben és Brüsszelben egyaránt. Nem indulunk hátrányból. Van, amire alapoznunk, hiszen az RMDS külpolitikai jelenléte megerősödött. Mögöttünk van egy nemzetközi siker, amely egyszerre hatalmaz fel és kötelez ennek a munkának a folytatására. Az RMDS számára a cél Európában a kisebbségvédelmi törvény kiharcolása, valamint Erdély és a magyar közösség fejlődése. Az erős brüsszeli képviselet ennek az eszköze. Meggyőződésem, hogy ezeknek a céloknak az eléréséhez európai parlamenti mandátummal, eszköztárral és lehetőségekkel jelentősen hozzá lehet járulni, úgyhogy én ezt szeretném tenni, és ezért tisztelettel kérem az RMDS Maros megyei szervezetét, hogy támogassa majd jelölésemet, amikor annak az ideje eljön az európai parlamenti jelölt listára. Vince Lorent bejelentette, európai parlamenti képviselőként is megtartja a FUEN elnöki tisztségét. Úgy látja, át kell értékelni az EP képviselők szerepét, innovatívabbnak kell lenni, kapcsolatot teremteni nem csak az európai parlamenti kollégákkal, hanem az Európai Bizottsággal, az Európai Tanáccsal is. Nekünk őszintén kell beszélnünk a magyar emberekkel a következő hónapokban, de a következő 5 évben is, minden nap. Nem bújhatunk európai közhelyek mögé, és nem elégedhetünk meg a szakszerűnek tűnő, de használhatatlan jelszavakkal. Azokban a témákban kell megfogalmaznunk javaslatokat, amelyek közel állnak az emberekhez. A kisebbségvédelem, a fejlesztések, a mezőgazdaság, a biztonság, az európai identitás, ezek a témák. Azokra a kérdésekre kell választ adnunk, amelyet a polgármester kollégák, a gazdák, értelmiségiek, vállalkozók, a magyar emberek általában megfogalmaznak az Európai Unióról. Az európai parlamenti munka egyfajta innovációt feltételez most már ma, hiszen nem elég ülésekre járni, illetve az otthoni választókerületi munkát többé-kevésbé ellátni. A romániai magyar EP képviselőknek partnereket kell keresniük. Nem csupán a parlamentben, hanem az Európai Bizottságban, az Európai Tanácsban, a Régiók Bizottságában, európai fővárosokban és minden intézményben, ahol támogatókra van szükség közös ügyünk előmozdításához. Kedves barátaim, az európai polgári kezdeményezéssel elértünk egy olyan eredményt, amit eddig senkinek nem sikerült. Innen indult, tőlünk, erdélyi magyaroktól, ezt a nemzetközi sikert hozzánk kötik, az RMDS-hez kötik. Ha végül európai törvényt is sikerül elfogadtatni, akkor minden őshonos közösség tudni fogja, hogy azért vannak a jogai biztonságban, mert közösen kiharcoltuk Európában. Ezt pedig csak akkor tudjuk megtenni, hogyha ott vagyunk Brüsszelben. Nem tudjuk egyedül megtenni, akkor sem. Szükség van arra, hogy erős kárpát-medencei magyar képviselet legyen, és szükségünk van arra, hogy az Európai Néppárt is mellettünk álljon. De talán még ez sem elég. Nekünk elsősorban azokra a támogatókra van szükségünk, akiktől ez elindult. Itt Maros megyében, a Székelyföldön, a Párciumban, a Szorványban, akik bekopogtak több tízezer emberhez, és elmondták, hogy ez fontos, hogy Európa őshonos kisebbségei bíznak bennünk, számítanak ránk, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk is bíznunk kell magunkban, és hogyha számíthatunk egymásra, akkor ez sikerülni fog. Munkára jelentkeztem tehát, kérem, támogassanak ebben. Köszönöm szépen. Winkler Gyula szintén 11 éve van jelen az Európai Parlamentben, nevéhez számos kisebbségvédelmi és gazdasági-szociális kezdeményezés fűződik. A vajdahunyadi szorványpolitikus úgy látja, bár az elmúlt években számos várt és nem várt válság nehezítette az unió életét kisebbségpolitikai szempontból,
de az erdélyi települések uniós támogatása terén sikerült jelentősen előrelépni. Hogyha a kisebbségvédelem területére nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy a 2018-as év egy nagyon sikeres év volt. Azért volt sikeres, mert két irányból is erősödik a nyomás, amelyet az európai döntéshozókra helyezünk, elsősorban az Európai Bizottságra helyezünk, akkor, amikor azt mondjuk, hogy igenis azt akarjuk, hogy legyen egy európai szintű védelme a kisebbségeknek. Az egyik irány az a politikai irány, az Európai Parlament tevékenysége. Két olyan jelentés is született ebben az évben, két olyan parlamenti határozat pontosabban, amely az őshonos kisebbségek jogaival foglalkozik. A másik oldalon a társadalmi nyomás, vagy a civil nyomásnak az oldaláról. Azt mondanám, hogy a Minority Safe Pack, az Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírás gyűjtésének a sikere, az egy nagyon fontos történés volt 2018-ban. Egy olyan történés, amely felmutatta az RMDSZ és a romániai, az erdélyi magyar közösségnek a kezdeményező erejét, a szervező erejét, hiszen mi voltunk, az RMDSZ volt a mozdonya, a kezdeményezője a kisebbségi polgári kezdeményezésnek. Az LMDSZ képviselete az egy csapatmunka. Ugyanazt kell mondani az LMDSZ-nek Kolozsváron, amit mond Bukarestben, és amit mond itt Brüsszelben vagy Strasbourgban, az európai intézményekben. Azt mondja a csapat, azt mondja az LMDSZ, hogy erős Európát és fejlődő Erdélyt akarunk. Ezért nyilván fejlődő Erdély azt is jelenti, hogy fejlődő Partium, Székelyföld, Bánság és fejlődő Szórványt akar az LMDSZ. Ezért a két prioritás élvező területet ebben a szlogenben kell visszakeresni, illetve ebben a szlogenben próbáltuk kifejezni. Erős Európa akkor lesz Európa erős, amikor nem veszélyforrásként tekint a kisebbségekre, hanem értékként tekint az őshonos kisebbségekre, akkor, amikor valóban a nemzetek, a nemzeti közösségek és a régiók Európája lesz, és ezt a véleményt, ezt az álláspontot az Európai Unió jövőjéről szóló vitában képviselni kell, alakítani kell a nemzetközi porondon, az Európai Parlamentben is, de nem csak, lehet, hogy a világkereskedelmi szervezet világtalálkozójában, lehet, hogy a G20-asoknak a csúcs találkozóin, lehet, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetségében, lehet, hogy az európai fővárosokban kell kifejezni a mi érdekeinket, viszont minden bizonnyal a kisebbségvédelmi munka jövője összefügg a Minority Safe Pack, az Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezés jövőjével. Éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy tovább aktiváljunk és tovább adjuk a hangot az Európai Parlamentnek a kisebbségi munkacsoportjában, az úgynevezett Minority Intergroupban, például azért, hogy harcoljuk ki azt, amit régóta javasoltunk, és pedig, hogy a FUEN, az Európai Kisebbségek Föderatív Uniója kapjon tanácsadói, hivatalosan elismert minőséget az Európai Parlament mellett, úgy, ahogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, vagy más tanácsadó, a Régiók Bizottsága ilyen hivatalos státusszal rendelkeznek, és jelentéseket, ajánlásokat fogalmaznak meg az Európai Parlament munkájával szemben. Ott van a felhívásunknak a második része, fejlődő Erdély, tehát erős Európát és fejlődő Erdélyt akarunk. A fejlődő Erdély az a gazdasági területet jelenti, azt akarjuk, hogy megmaradjanak a fejlődésnek a forrásai, azt akarjuk, hogy 2020 után ne szakadjon meg a fejlődés. Tudjuk azt, hogy az Európai Unió gazdaságilag erős, viszont politikailag rendkívül gyenge és megosztott, ezért van szükség, hogy azon a területen, ahol az uniónak kompetenciája van, ahol az uniónak ereje van, és pedig a gazdasági területen, az LMDSZ olyan csapattagot küldjön Brüsszelbe, az Európai Parlamenti Képviselő csapatba, aki képes a gazdasági képviseletnek a követelményeit ellátni. Ennyi fért a mai adásba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!